Szép jó estét kívánok! 7 óra van, és ha 7 óra van, akkor van 7 órás vendég. Mai meglepetés vendégem Keleti Éva, Kossuth díjas fotóművész, vagy ahogy ő hívja magát, fotográfus. Őt hoztam ma maguknak. Helyezzék magukat kényelembe, gondoskodjanak a folyadékháztartásról, legyen ott kávé, teja és mindenféle. Helyezkedjenek el, és már is kezdünk, egy hatalmas időutazáson veszünk részt, hisz Keleti Évával a fogantatás pillanatától kezdjük, egész a Kossuth díjig. Kezi csokrom, szép jó estét, köszönöm, hogy eljött kívánok hozzánk. Hogy is kezdődött el? Édesapja és édesanyja találkoztak Budapest valamelyik szórakozó helyén? Nem egészen így van. Édesapám az abban az időben banktisztviselő volt, édesanyám meg egy jó úriházból való fiatal lány, és a nagypapám, az ő édesapja volt szintén banktisztviselő, és vendégségben voltak, meghívta az egyik kollégáját, aki aztán később az édesapám lett, és így ismerkedtek meg. Tehát ez már majdnem olyan, mint ez a műszó, hogy siduk, azaz bemutatni, igen, megkeresni. Mindez a magyar fővárosban történt. Ez így történt Budapesten, bár az édesanyám családja és ő maga is Nyírségbe született Berettyóújfalun, illetve Nagyváradon. Úgyhogy a Erdélynek a széléről származik mind a két család, az édesapám, az egy kicsit Nagyvárad alattról, Aradról, az édesanyám pedig váradi. Én azt reméltem, amikor hírét vettem, hogy ön Kossuth díjat kap, hogy ezzel egy időben a főpolgármestertől kap egy olyan díjat, hogy hazánk kitüntetett Kossuth díjas fotográfusa, aki hosszabb időre soha nem hagyta el a magyar fővárost. Hát én ugyanabban a lakásban lakom 1936 óta, úgyhogy azért az elég szép teljesítmény. 5 éves voltam, amikor oda költöztünk a családdal, és ez az odaköltözés azt jelenti, hogy pont az olimpiai idején voltam, mert az én hanem a nagybátyám Kabos Endre, aki 36-ban olimpiai bajnok volt, és az olimpia előtt költöztünk oda. Azt persze nem fog olimpiai érmet kapni, aki egyfolytában önt hívja, hisz a ridikülébe csörög a telefon, de nem baj, mi ezt is túléljük, hisz mi igazi olimpikonok vagyunk. 1936-tól 2017-ig milyen a magyar fővárosban élni? Hol jó, hol rossz, ez vegyes. Én nagyon szerettem fiatal gyereknek lenni, mert akkor a Hunyadi téri játszótér, az igazi játszótér volt, és oda jártunk le anyukámmal. Nagyon szerettünk a Margit-szigetre kimenni, akkor még bérlet volt a Margit-szigeten, tehát bérletet kellett váltani. Azaz nem járt mindenkinek? Nem, a Margit-szigetre nem lehetett csak úgy bemenni, csak vagy jegyet kellett venni, vagy bérletet kellett venni. Anyukám nem szeretett az állatkertbe menni, mert azt mondta, hogy nagyon szagos az állatkert, úgyhogy a Margit-szigetet választottuk mindig. Sőt, annyira szerettük a szigetet, hogy vasárnapi program volt mindig, hogy kimentünk az úgynevezett rózsakertbe, ott voltak ilyen kisebb vendéglők, és ilyen majdnem, hogy minden alkalommal édesapám rendelt körözöttet, sört, akkor a körözöttet megkeverte, mert úgy hozták a körözöttet, hogy középen a túró vaj, és mellette így körbe rakva a fűszerek, és akkor leöntötte egy kis sörrel, és ez volt az igazi. Mai napig az számban van az íze. Ez egy izgalmas dolog lehet, és jó volt önben felevelinteni, hisz az arcán, igen, is lehetett, igen, látni, igen, hogy az elmúlt percekben, mintha Margit-szigeten lett, igen, volna kinn a vasárnapi előebéden. Hol kezdte az iskoláit? Iskoláimat a Izabella utcai, akkor nem általános, hanem elemi iskolába. Ugye mi a körúton laktunk az Oktogonnál, és ez az Izabella utcai iskola, ez egy eléggé vegyes iskola volt, és anyukám azt mondta, hogy igenis járjál ide, hogy ismerd meg az életet, hogy vannak nagyon szegény emberek, kevésbé szegény emberek, de vigyázz arra, hogy te ne lógjál ki ebből, mert ugye mi egy polgári család voltunk.
és nekem a legjobb barátnőm volt a Szondi Katika, akinek az édesapjának szenes üzlete volt az Aradi utcába, és ha anyuka megengedte, hogy én meglátogassam a Katikát, és lemehessek a szenes pincébe, hát az egy olyan volt, mintha egy hajas babát kapta volna ajándékba. Jöttek a nehéz esztendők. Hogy emlékszik ezekre? Hát nézze, a nehéz esztendők valóban nagyon nehezek voltak. Kezdett azzal, hogy ugye az édesapámat elvitték munkaszolgálatra, a nagybátyám, aki mint olimpiai bajnok úgynevezett kivételezett volt, tehát nagyon kevesen emlékeznek már arra, hogy fehér karszallagja volt, tehát az jelentett, hogy tiszti ruhában járt, de fehér karszallaggal. De aztán őt is elvitték Nagykátáról, munkaszolgálatra hamar hazahozták, nem úgy, mint a Pecsavert, akit tovább vittek, ők együtt voltak Nagykátán. Aztán jött 1944, sose felejtem el, egy vasárnap reggel szólt a telefon, Bandi, az én nagybátyám telefonált, hogy bevonultak a németek, ő akkor Budán lakott, azt mondja, itt vonulnak a Dunaparton. Hát ez egy nehéz, nehéz március 19-e volt. Aztán olyan tulajdonképpen békésen éldegéltünk sárga csillaggal, és mentünk le ugyanúgy a pincébe a bombázásoktól. Mennyire lehetett egy fiatal lánynak békésen éldegélni egy sárga csillaggal? Hogy tudták megértetni önnel, hogy ön valami más, és ennek külső jelét is kell adni. Pontosan azt akarták, hogy nem vagyunk másak, hanem ugyanolyanok vagyunk, és azt próbálták megértetni, hogy ez egy átmeneti állapot, ez egy bizonyos ideig tart, és hogyha jól és tisztességesen élünk, akkor ezt túl fogjuk élni. Ez hozzátartozik még, hogy 39-ben az édesanyja, aki azt hiszem 38-ban kikeresztelkedtek, mert akkor ugye nagyon sok család mentette így az életét, vagy gondolta, gondolta azt, hogy kikeresztelkedve könnyebb lesz. És miután én első áldozó voltam, és bérmálkoztam is, valahogy nekem ez egy ilyen zavaros dolog volt, hogy tulajdonképpen én hova is tartozom, és ez az identitás zavar, ez nem azt mondom, hogy napjainkig megvan, de valahogy ez úgy alakult, hogy igazán az életem folyamán ide se tartoztam, oda se tartoztam. Egy biztos volt, hogy van egy Isten hitem, tehát van egy hitem, azt nem lehet elvenni az embertől. Én ma azt vallom, hogy mindegy, hogy hívják, milyen név alatt fut, hinni kell valamiben vagy valakiben. Azért mégis ez a sárga csillag egy életre emléket hagyott önben, és biztos nem egy pozitív emlék. Nem pozitív emlék, ez tulajdonképpen egy görcsös állapot volt, mert a felszabadulás után én a Verespálni gimnáziumba kerültem, ami egy ilyen országos nőképző egyesület, Verespálni gimnázium, ami egy ilyen, hát nem is elit, de egy nagyon szigorú nevelő iskola volt. Partnerünk a Piarista gimnázium volt, mint fiúkkal, tehát én ott próbáltam valahogy nem beszélni arról, hogy én honnan jövök és ki vagyok, és valahogy az osztály nem is érdeklődött, mert annyi helyről kerültek a 45-ben az első akkor gimnáziumban a lányok, volt, aki a Német Birodalmi Iskolából került, volt, aki vidékről, tehát egy kevert osztály volt, nagyon, nagyon újrakezdős osztály volt a miénk, és nagyon sokáig nem is volt téma az, hogy mi volt, vagy hogy volt. Azt még el akarom mondani, és talán még soha nem mondtam senkinek, hogy engem rettentő nehezen zavartak vissza a szüleim az iskolába, mert én komolyan gondoltam azt, hogy felszabadultunk, és én azt mondtam, hogy én nem tanulok tovább, én megyek vidékre, megyek falut járni, tehát apám később azt mondta, hogy én egy komszomolka vagyok, mert annyira hittem és akartam csinálni valami újat, valami jót, és ez valószínűleg ennek volt a hatása. Tehát aztán megmagyaráztak, hogy iskolába járni kell, iskolát el kell végezni, aztán majd döntsd el, hogy
hogy hogy akarod tovább. De hát mire én a 4 osztályt kijártam, addigra már tudtam, hogy nem akarok komszomolka lenni. Csak megjött ez alatt az idő alatt az esze. Befejezte a gimnáziumot, ezzel egy időben mi szeretett volna lenni? Voltak elképzelései? Már nem akart vidékre menni, már nem akarta megváltoztatni a rendszert. Mégis mi szeretett volna lenni? Bevallom őszintén, fogalmam nem volt. Én egy nagyon humán érdeklődésű valaki voltam, nagyon sokat olvastam. Az iskola is eléggé humán beállítottságú volt, bár a Brebovszki matematika tanárunk az ország legjobb matematikus tanára volt. Nem tudtam, hogy mit akarok csinálni, azt tudtam, hogy valami szellemi dolgot szeretnék csinálni, és akkor elkerültem, 49-ben érettségiztem, és nyáron a Vittre tolmácsnak. A világ ifjúsági találkozó, azon nézőn kedvére, akik nem tudják. Igen, és ott voltam egészen augusztus végéig, és kimaradtam az egyetemi felvételi vizsgákból, mert én tolmácsoltam. És amikor letettem mindent, tolmácsolást, akkor megkérdeztem az akkori, azt hiszem, hogy Madisz volt, vagy nem tudom melyik ifjúsági szervezet, hogy de hát mi lesz az én egyetemi felvételemmel. És akkor elkezdték nézni a papírokat, és azt mondták, hogy hát még van hely a TTK-n, a kémia-fizika szakon, megfelel. És akkor én azt mondtam, hogy nekem teljesen mindegy, csak legyek benne az egyetemen, és akkor majd én úgyis eldöntöm, hogy mi lesz. És így kezdtem el a Múzeum körúton a kémia-fizika szakot. Egy pillanatra, anélkül, hogy rossz emlékeket szeretnék fölébreszteni önben, 1944, sárga csillag, szirénák, pince, rokonokat elviszik. Minket is elvittek édesanyámmal, úgyhogy egy november, késő november, vagy talán december első napjaiban jött egy olyan rendelet, hogy mindenkinek el kell hagyni a lakását, és édesanyámat is, engem, hát levittek az utcára, ott már nagyon sok nő állt sorba, hát férfiak nem voltak, a nagymamámat hagyták a lakásba, és akkor kivittek az újlaki téglagyárba. Én ugyan nem tudtam, hogy ez mit jelent, anyukám pontosan tudta. Én ragaszkodtam hozzá, hogy vadonatúj flanel pizsamáimat azt csomagolják be a kis hátizsákomba, mert azt én nem hagyom otthon. Első éjszakát ott töltöttük a téglagyárba, hát hogy a földön aludtunk-e, vagy volt-e alattunk valami ereim, már nem emlékszem. Reggel sorba állítottak mindenkit, és hát az öregek is tudták azt, hogy ez irány nyugat és irány valamelyik koncentrációs tábor, mert akkor már ez tudott volt Magyarországon. És akkor egyszerre megjelent egy motoros csendőr, oldalkocsis motorral, ott a parancsnokokkal beszélt, és egyszerre elkiabálták, hogy Keleti Aladárné és a lánya álljanak ki. És akkor mi kiléptünk, és azt mondták, hogy üljünk be a oldalkocsis motorba, és akkor mi azt hittük, hogy különleges eljárással ezen azonnal agyon fognak minket lőni, ahogy később anyukám ezt elmondta, mert a többiek ott maradtak, minket meg egy csendőr elvitt. Az első megnyugtató pillanat az volt, hogy nem nyugat fele indultunk el, hanem vissza Budapest fele, a város fele. És akkor kiderült az, hogy ez a csendőr mondta, hogy édesapám egyik barátja küldte őt, és bevitt a belvárosba, a Pannonia utcába, egy svéd védett házba. Addigra az édesapám is ott volt, összeszedték a nagymamámat, tehát együtt volt a család. De ez még nem volt az első ilyen, amire én ma még emlékszem, rémület, hanem decemberben egyik nap megjelentek csendőrök, nyilasok a házban, és minden felnőttet leparancsoltak az udvarra, anyámat, apámat szintén, nagymamámmal mi ott maradtunk a lakásba, és akkor hát én nagyon sírtam, 13-12 éves gyerek voltam, és
egy rendőr állt az ajtó előtt, és azt mondta, hogy miért sírok. No, hát ott van anyukám és apukám, és elvittek, és nem engedik, hogy én is menjek velük. És azt mondta, hogy mutasd meg, melyik az anyukád és az apukád. És megmutattam, és lement, és felhozta őket, és azt mondja, menjenek be a belső szobába. És amikor jöttek a csendőrök ellenőrizni, meg a nyilasok, hogy mindenki lement, azt mondta, én már megnéztem ezt, nincs itt senki. És tulajdonképpen így maradtunk meg, mert az egész házat a Dunapartra vitték, és agyonlőtték. Tehát egy sírással meg tudta menteni egy... És egy emberi jó indulattal vagy szívvel, aztán anyukám próbált ennek a rendőrnek valamit adni, vagy pénzt, vagy ékszert, erre én már nem emlékszem, és azt mondta, hogy nekem is vannak gyerekeim. Ez volt a válasz, és nem fogadott el semmit. Én már értem, hogy a felszabadulás után miért akart ön Komszomászkája lenni. Gondolom a nézőink is értik. Megkezdődtek a gimnáziumi évek, jött a VIT, elment az egyetemre. Jól érezte ott magát? Újra felszabadult? Nagyon. Elfelejtette azt, ami történt, amiről most beszéltünk? Én azt hiszem, hogy teljesen elfelejtettem. Egy teljesen más közeg volt, semmi nem emlékeztetett a múltra, és tudtam azt, hogy én nagy szavakat mondok, a jövőmet építem. Tehát tudtam azt, hogy minden, amit én ott csinálok, az egy lépés ahhoz, hogy én valamit fogok csinálni. Nem akartam. Olyan érzése is, hogy az országot építi? Azt hiszem nem. Azt hiszem nem volt ilyen érzésem. A szüleiben milyen nyomok maradtak? Hát nézze, nálunk nagyon nehéz kor volt, mert az édesapám bátyját agyonlőtték a Dunaparton. Ő a mellettünk lévő házba lakott, és ugyanúgy levitték őket, csak ott nem volt egy rendőr, aki megmentse őt. Akkor ugye a nagybátyám meghalt, a Margit hídon volt, a én nagymamám onnantól kezdve ült a előszoba ajtó előtt 1949-ig, amíg meg nem halt egy szeptemberi napon, és várta vissza a fiát, mert ugye az volt a gondolata mindenkinek, hogy miután katonai ruhába járt fehér karszalaggal, hogy esetleg egy katonai kórházba vitték, és vagy elvesztette az tudatát, vagy eszméletét, és az én nagymamám úgy halt meg, hogy még mindig várta vissza a fiát, és ez azért nagyon rányomta az életünkre a hangulatot. Szóval ez egy nehéz néhány év volt, amiből én tulajdonképpen nem menekülés volt, de egy nagyon jó érzés volt, hogy az egyetemen fiatalokkal együtt voltunk, és nem beszéltünk a múlttal. Mai napig nem tudom, hogy kinek milyen hátizsákja volt, és ki mit cipelt magával ezek között a fiatalok között. Tehát akkor létezik az, hogy az ember a hátizsákját elfelejti, nem figyel oda rá? Én azt hiszem, a zsigereinkben benne van. Én azt este hiszem, hazament és találkozott a nagymamával, aki az előszobába várta a fiát. Ez nem ilyen haza. Egyszerű, ez nem fehér és fekete. Tehát nem azt, hogy elfelejti, és nem azt, hogy nem felejti. Ezt lehet hátra rakni, tehát előre jöhetnek jó gondolatok, jó érzések. Hát egy fiatal lányban mennyi a pozitívum? Hát előtte az élet, szerelem. Fiatal volt, szerelmes volt, de szép milyen volt. Szerelmes? Majdnem geológiai tanszakra átmentem a szerelemért. Egy fiú kedvéért. Egy fiú kedvéért, igen. Aztán jött egy lehetőség. Igen, hát ez egy furcsa lehetőség volt, hogy el kellett volna mennem dolgozni a Forte gyárba, a kémiai laborba, és én helyette kértem az egyetemi... Forte gyár, akik filmeket készítettek annak idején. Így van, a színes idején. Filmet, hát ugye a Forte film volt, az nem csak Magyarországon, hanem elég világhírű is volt. A Kodak és az Agfa mellett a Forte volt a harmadik nagy gyár Európában. És akkor én kértem, hogy én semmit nem tudok a fotográfiába, tehát küldjenek valahol olyan helyre, ahol ezt meg lehet tanulni, és így kerültem a Magyar Fotóhoz. Tehát akkor ezek szerint, ez a mondat szerint, hogy megmondtam, hogy ebből érezni lehet azt, hogy nem csak szerelmes volt, és majdnem átment egy másik szakra, hanem tudta, hogy mit akar. Tudta, hogy milyen jogai, milyen lehetőségei vannak. Abszolút tudtam, csak azt nem tudtam, hogy én nekem ez lesz a szakmám, mert éreztem, hogy valami nem stimmel, tehát nagyon szeret, olyan
professzoraim voltak, hogy a Fejér Lipót matematikából tanított, a Póca tanított fizikára, tehát a legjobbaktól tanultam, és nagyon élveztem, és szerettem. De valami hiányzott, szóval az a bizonyos lelkesedés, hogy elmegyek Komszomolszkán, vagy elmegyek falut járni. Tehát a nagy lelkesedés, a nagy hit hiányzott belőlem. De jól csináltam, tehát nem éreztem rosszul magamat. És amikor így elkerültem a Magyar Fotóhoz, és először beléptem a Szent István körúti telepen, a négyes telepen, és ott szembe találkoztam Vadas Ernőtől kezdve, Langer Klári, Reisman Marian, hát a legjobbak és a legnagyobbak, akik a magyar fotográfiában akkor léteztek. Megcsapott az a levegő és az a hangulat, amit én hiányoztam az egyetemen. Tehát tulajdonképpen még nem történt semmi, de úgy éreztem, hogy nekem itt a helyem. És hogy fogadták ők a fiatal egyetemistát? Kíváncsisággal. Bevallom őszintén, hogy megmérettettem, hogy érdeklődésemben, gondolkozásomban van-e bennem valami, tehát hogy érdemes-e velem foglalkozni, és onnantól kezdve partnernek tekintettek, ami nagyon-nagyon jó volt. Én semmit nem tudtam a fotográfiáról, de annyit, mint ez az asztal körülbelül, annyit tudtam. És akkor kézbe vettek, és elkezdtek engem formálni. Azt mondták, hogy a technikát azt tanuld meg, arra vannak könyvek, de az, hogy látni és nézni és észrevenni, azt nem lehet megtanulni. Mi volt az első képe, amire emlékezik? Hát a legelső képem, ami megjelent, vagy amit elkészítettem. Amire emlékezik, ami a legfontosabb volt, amikor rájött arra, hogy én erre képes vagyok. Hát akkor vagyok. Úgy azt kell mondanom, hogy ami először megjelent, az egy tornaóra volt, egy Kertész Alice, egy olimpiai bajnok tartott tornaórát egy iskolába, a horvát milyen téren, ott a Baross utca mellett, és szabadtéri óra volt, mert az iskola az még nem volt teljesen újjáépítve, és romos volt a tornaterem, kint volt a gerenda, és ő bemutatott egy ugrást rajta. És ez egy tökéletes mozdulat volt, és én akkor fényképeztem, és ez meg is jelent akkor azt hiszem a Szabad Népben, és akkor azt éreztem, hogy ebben valamit lehet csinálni, tehát ez most a Keleti Éva képe, és nagyon sokan, mert oda van írva, hogy MTV Fotó Keleti Éva, hogy ez valami nagyon jó dolog. És mit szólt anyuka, amikor ezt meglátta? Hát ez mondjuk, menjünk vissza, hogy a családom teljesen kétségbe volt esve, hogy ott hagyom az egyetemet. Az édesapám egy évig nem állt szóba velem, mert azt mondta, hogy egy ilyen link szakmát hogy lehet választani. Anyukám meg azt mondta, hogy vigyázz, fiam, mert itt borzasztó dolgok történhetnek. Hát ezek bohém emberek, úgyhogy nem örült a család, hogy finoman mondjam. Akkor, mikor az első kép megjelent, akkor érezték, hogy ez talán valami más, vagy nem csak linkség, hanem valamit lehet csinálni. Annyira, hogy az édesapám, aki nem állt szóba valóban velem, fogta és segített engem a Csillebérci úttörőtáborba, ahol én ott tanítottam kis úttörőket. Feljött velem és hozta a vakumat. És tehát azért mégiscsak maradt valami ebből a mozgalmárságból. Hát nem tudom, hogy ez volt, ez már fotográfia volt, és hozta a vakut, ami 15 kiló volt, akkor hozta velem a vakut, kísért is, mert ugye azért nagyon féltettek, és tudomásul vették. Csillebérc, hol tartunk a szerelemmel Csillebérc idején? Csillebérc idején már múlóban volt a geológia, és akkor ott volt egy, hát látja, ilyen az idő, hát meg nem mondanám, hogy cseh vagy lengyel fiú volt, és hát avval ilyen kezdődő bimbózó kapcsolat volt, de miután ez csak két hónap volt a Csillebérc, ez nem virágzott ki ez a kapcsolat. És utána, hát furcsa módon én nem foglalkoztam nagyon azzal, hogy szerelem, mert a munka volt a legfontosabb,
De azért persze, hogy egy fiatal lány pofon üti, egészen addig, amíg jegygyűrűs mennyasszonya lettem 53-ban a szegedi szalámigyárnak a főmérnökével, egy Kolonics Feri nevű úrral. Hú, akkor én már 1 éves voltam, igen. Igen, akkor képzeljük, hogy én milyen öreg vagyok. Dehogy is. És akkor találkoztam össze a véletlenek véletlenes során a férjemmel, aki filmoperatőr, illetve akkor még színművészeti főiskolai hallgató volt, egy bolond társasággal a mosolycukrászdába ültünk, és a mosolycukrászdába heccelték a leendő férjemet, hogy vedd el feleségül az Évát. És azt mondta, jó, miért ne venném feleségül, de add írásba. És írásba adta, hogy 1954. december 31-ig Keleti Évát feleségül fogom venni. És tanuként a Vecsei Mari, meg a Sík Pista aláírták, mint tanuk. És akkor jöttünk. Mit szólt ez a gyűrűs vőlegény? Hát ez speciál, erről nem tudott. De hoppá, akkor az volt, hogy szóltak a fiúk, hogy Misi, azért ez veszélyes, hát és mi van, hogyha behajtják rajtad? Azt mondja, hát mi van, hát akkor legfeljebb feleségül veszem. És akkor én szakítottam néhány héten belül, de ez még egy epizód kell, hogy 2 hétig nem is láttuk egymást. Szóval nyom nélkül múlt el ez az ígérvény. És én elmentem az Ernst Múzeumba egy kiállítást megnézni, és Visi is ott volt, és nem összebeszélve, ő is megy, nagyon jó kiállítás volt. És akkor ott nézegettük a képeket, és ugyanaz tetszett neki is, ami nekem. És azt mondja, mikor indultunk el, hogy nincs kedved moziba jönni, mondom, de szívesen. És így kezdődött. Na most ez volt 1954 tavasza, májusa, és 54 decemberében megvolt az esküvő. Betartott az ígéretét. Betartott az ígéretét, igen. Itt automatikusan következik az a kérdés, és hány gyermekük született? 2. 2, egy következő év november 25-én megszületett. Most gyorsan kiszámoljuk, Benne van. A fiam és 59-ben pedig nyáron a kislányom megszületett, és azután nekik 2-2 gyerekük van, hála jó Istenünk mai napig, tehát ez már 4 unoka, és a 4 unokának van 6 dédunokája, úgyhogy nekem 6 dédunokám van pillanatnyilag. Milyen lehet a dédunokája lenni egy Kossuth Díjas fotográfusnak és egy, mi is lett a férje? Filmoperatőrnek. Szerintem ugyanolyan, mint bármelyik gyereknek. Hát én nem viselem így a Kossuth Díjamat és a többi kitüntetésemet. De a fényképezőgépet meg a világlátást, igen? Ez így van, de akkor hagyd mondjak egy komolyabb mondatot, hogy mi nagyon vigyáztunk arra, hogy semmiféleképpen a gyerekeink a saját szakmánkat ne kövessék, mert annál borzalmasabb nincs, hogyha valaki azt mondja, hogy bezzeg az anyukád, vagy jaj, hát te milyen jó volt, de hát a szüleid nem olyan jók. Tehát ezt a konfliktus helyzetet elkerülendő, távol tartottuk őket teljesen. Ennek dacára az egyik unokám az nagyon-nagyon szépen fotografált, mert tulajdonképpen ő ma már az Ericsson gyárnak a mérnöke, és semmi köze nincs a fotográfiához, illetve a fiam is, és ő is nagyon jó amatőr fotósok, úgyhogy én mindig imponál nekem, hogy én ilyet nem tudnék csinálni, mert családot nem tudok fotografálni, tehát a gyerekeket, unokákat egyszerűen nem megy. Az érzelem túl nagyobb, tehát arra figyelek, és nem arra, hogy mit csinálok, úgyhogy ez kimaradt az életemből. Hogy került végül a színházak tájára? Gondolom, fölvették az MTI-hez. Hát igen, a Magyar Fotó az jogfolytonosan az MTI lett. Az is történelmi dátum, 1956 novemberében, illetve hát októberében nagyon sokan elmentek az MT-től, hát Jódival disszidáltak. És mi fiatalok maradtunk ott, ugye pályakezdők,
és hát meg kellett oldani a... Eszébe se jutott, hogy elmenjen, vagy nem, nem volt olyan a szituáció? Nem, sőt, olyan szituáció volt, hogy a férjemért érte jött egy osztrák operatőr barátja, aki a Bécsi Tönende Wochenschau-nak volt a főszerkesztője, kocsival jött, értünk, állás volt, lakás volt, minden. Nézze, férjemnek két idős szülő, nálam két idős szülő, fel se vetődött a gondolat, hogy elmenjünk. Tehát mi nagy családba éltünk, és nagyon komoly és nagyon mély a családi érzés bennünk, úgyhogy nem mentünk el. Sőt, a férje tudott az ön tinidzser vagy későbbi gyermekkoráról, a sárga csillagról? Abszolút, abszolút. Tehát anélkül nem lehet egy jó házasság, nem, hogy mindent elmondunk egymásnak. Mindent tudunk egymásról, úgyhogy... Vagy tudtunk. Hagy válkáljunk, hagy legyünk olyanok, mint a bulvár újságírók. Ő is annyira hitt a boldogabb jövőbe, vagy egy Isten hitbe, vagy mibe hitt ő? Ő egy evangélikus, komoly evangélikus hittel rendelkező családból jött. Én nem azt mondom, hogy nehezen fogadtak be engem, de azért voltak konfliktusai ebből az ügyből, de ez már nem került úgy nyilvánosságra, hogy én ebből már nem éreztem semmit. Ezzel azt akarja mondani, hogy ön kislánykorában nem saját akaratából katolizált, mégis megkapta a sárga csillagot, majd később annak ellenére, hogy már nem volt divat a sárga csillag, de azért ön katolizálás hírvatyer mégiscsak zsidó maradt? Ezt nem tudom megmondani magának. Én fogalmam nincs, hogy én zsidó vagyok, vagy katolikus vagyok. Na nem önmagának, hanem másoknak, akiknek problémát okozott, hogy önt vették feleségül. Én nem hiszem, hogy ez a kérdés számításba jöhetett. Én azt hiszem, hogy az ember számít. Akkor nézzük. Hisz maga egy nagy ember látó. Úgy döntöttek az MTÉ-be, hogy pótoljuk az időseket, akik, illetve az elődöket, akik elhagyták a hazát, küldjük a fiatalokat a színházba? Küldjük a fiatalokat a csatamezőre, mert nem csak színházba, hanem a sportban mindenütt hiány volt, ugye hát 10 felül mentek el, és engem úgy beosztottak a kultúra területére. És a kultúrán belül a színházra, a Farkas Tomi, aki egy kiváló fotós volt, ő ment el, és az ő területét kaptam meg. Nem nagyon szerettem, és nem nagyon örültem neki, bevallom őszintén. Egyrészt azért, mert a főiskoláról ismertem a színészeket, és kicsit bolondos embereknek tartottam. Plusz nem tudtam azt, hogy tudok én velük kapcsolatot teremteni, akkor, amikor... este nálam vacsoráznak, vagy velünk vacsoráznak, és akkor én másnap oda megyek, és azt mondom, jó napot kívánok, én most fényképezni szeretnék. Szóval ez egy, bennem egy elég zűrzavaros helyzetet okozott, és ezért nem szerettem. Tehát minél távolabb tartottam magam, de csináltam, mert ez volt a feladatom. A tánc az nem, mert a táncot imádtam, tehát a tánc az fantasztikus volt, és ehhez a úgynevezett kulturális területhez hozzátartozott az is, hogy írókat fotografáltam, külföldi művészeket, hát így sikerült Steinbecket, Ehrenburgot, szóval nagyon sok úgynevezett azokat a nagyokat, akiket én tulajdonképpen az ön képeiből ismertem meg. Ez de nem csak én, hanem egy egész generáció. Köszönöm szépen, ez jól esett. És aztán eljött egy pillanat, nem azonnal és nem két nap múlva, hanem körülbelül másfél-két évnek kellett eltelnie, amikor szembesültem azzal, hogy a színházi fotóval is lehet más csinálni, hogy az nem csak egy reprodukáló művészet, hanem ki tudom fejezni azt, amit én arról az előadásról gondolok, vagy arról a színészről gondolok. Le tudtam bontani ezt az általam épített falat, hogy ez nem megy, hogy én ismerem, mint magánember, és akkor most, mint hivatalosan dolgozom vele. Timár József ügynök halála, ez egy emblematikus képem, és ez egy különben szoktam mondani, de talán hülyeség is, hogy ez az én eljegyzésem a színházi fotóval.
Tim már akkor már nagyon beteg volt, tüdőrákja volt, és az ügynök halála szerepet hát csodálatosan játszotta. Azt hiszem, nem merem azt mondani, hogy senki azóta, mert nem akarok senkit megbántani, másképp játszották. És majdnem talán az utolsó előadások egyike volt, hogy kezdés előtt bejött a színpadra, és kipróbálva önmagát, hogy el tudja játszani a szerepet, az ott kikészített bőröndök között megfogott kettőt, és megemelte, hogy ezek nehéz bőröndök voltak, mert ahhoz, hogy görnyedten menjen be, ahhoz a kellékesek jól megpakolták. És akkor én fotografáltam. És akkor éreztem azt, hogy ez nem színpadi fotó, ez nem reprodukálása az előadásnak, ez Kelet Éva véleménye Timár József, a haldokló Timár Józsefről. És azért tartom ezt egy mérföldkőnek, mert utána én nem éreztem tehernek ezt a csomagot, ha már csomagokról beszéltünk, sőt, megpróbáltam nem nagy képviség megújítani ezt az úgynevezett színházi fotografálást, hogy nem merev dokumentarista fotó legyen, hanem kitalálni valami olyat, amitől élővé válik, tehát hogy a néző, vagy az olvasó, vagy aki ezt a képet látja, benne legyen az előadásban. Tehát ugyanazt érezze, vagy gondolja, mint én. Tehát nem beállított képeket csináltam, és ez aztán elterjedt a szakmába. De ön egy olykorban csinált ezeket a képeket, amikor nagy volt a felvevő piac, ugyan nem volt annyi bulvármédia, mint napjainkban, nem volt annyi színes lap, de volt Nőklapja, volt Filmszínház és Muzsika. Volt az Új tükör, volt Országvilág, Képes Európa. És az MTI képeit ugyan nagyon sok lapnak volt saját fotósa, de sik volt átvenni. Igen, mert egyszerűbb volt az MTI képeit átvenni, mert nem kellett egy embert kiküldeni érte. 1976-ig eljutottam én most már, és akkor hagyd mondjam el azt, hogy akkor kerültem el Indiába tanítani, és hazajöttem 76 novemberében, és bent a szerkesztőségben az én rovatvezetőm, aki egyben az MTI pártitkára is volt, nem nagy lelkesedéssel fogadta az én beszámolóimat, azaz a megpróbálkozásomat, hogy elmondjam, hogy mi volt Indiába. Ez egy pénteki nap volt, és azt mondta, majd hétfőn beszélünk róla, nagyon sokat kellett miattad dolgozni, hogy nem voltál itt. És ez nekem nagyon-nagyon fájt. És hazamentem, és egyszerűen megszólalt a telefon. És Kalmár Gyuri, aki egy nagyon jó zsurnalista volt, azt mondta, hogy Éva, indul egy új lap, ami nem is egészen új, mert a tükört átkereszteljük új tükörre. Nincs kedved odajönni képszerkesztőnek? És én abban a pillanatban azt mondtam, hogy igen. És letettem a telefont, és azt mondja, Misi, minek mondtad azt, hogy igen? Mondom, hogy én ott hagyom az MT-t, és átjövök az új tükörhöz, a Kalmár Gyurihoz. Hát kiborult az egész család, hogy, és ez volt a legfájóbb, amit mondtak, hogy te azért vagy jó fotós, mert MT fotó Kelet Éva. Ha csak az lesz ott, hogy Kelet Éva, akkor már nem fognak megjelenni a képeid. Én meg magamban azt gondoltam, hogy ha ezen múlik az én fotográfiai értékem, hogy MTI fotó Kelet Éva, vagy csak Kelet Éva, akkor semmi értelme nincs tovább csinálni. És hétfő reggel bementem, felmentem a Bars Sándorhoz, aki akkor az MTI vezérigazgatója volt, és mondtam, hogy Bars elvtárs, én elmegyek, mert hív a új tükörhöz a Kalmár Gyuri, és szeretném kipróbálni magam. Fű mögött, és azt mondta, hát tulajdonképpen megtiszteltetés, hogy tőlünk akarnak vinni képszerket, azért jól van, menjen. És akkor lementem a saját főnökömhöz, a pap Jenőhöz. A pártitkárhoz. Igen, és akkor azt mondtam, hogy elmegyek. Azt, hát ez szó sincs róla, hogy elmegy, nem mehetsz. Mondom, bocsánat, én már voltam a Barcs elvtársa, és a Barcs elvtárs elengedett. Knockout. Hát körülbelül az volt, és így kerültem át még abban a hónapban, tehát december első napjaiban a alakuló új tükörhöz, amit a Kalmár Gyuri csak egy pont volt, vagy egy pillanat ebben,
Hát olyanok voltak főszerkesztők, vagy főszerkesztő helyettesek, hogy Csanádi Imre, Benyamin László, Fekete Sándor, a magyar irodalom legjobbjai. Tehát jó döntés volt. Én azt hiszem, hogy jó döntés volt, és hagyd mondjam azt, hogy én soha nem bántam meg az életemben a döntéseimet. Lehet, hogy rossz döntés volt, de én hiszem azt, hogy jól döntöttem, tehát én ezt egy jó döntésnek tartottam. Életem talán legszebb 15 éve volt, amit én ott töltöttem. Nagyon nehéz volt, el kellett fogadtatnom magamat, és néhányunkat, akik oda kerültek a régi tükörrel, mert ugye nem újat csináltak, hanem a régire építették rá ezt az irodalmi, nem is tudom meghatározni, hogy milyen lap volt ez, mert minden volt benne. És a legszerencsétlenebb pedig az volt, hogy 1975. december 22-én Tóth Dezső, aki akkor a művelődési miniszter helyettes volt, tartott egy értekezletet a tükrösöknek, ahol bejelentette az új tükröt, majd közölte, hogy ezek maradnak, ezek meg felmondásra. Köszönjük. Igen. Na most képzelj el, hogy ebben a légkörbe belépni egy szerkesztőségbe, bármelyikünknek, úgyhogy ez nem volt egy dalolva szép élet, vagy pillanat. Mi következett ezután? 15 év csönd az új tükörnél, 15 boldog év. Egy szerkesztőségi értekezlet az egy történelem óra volt, egy francia forradalom óra, egy kicsit munkásmozgalom, mert a Fekete Sándor édesapja igazi partizán volt. Egy kicsit politika, nem is kicsit politika, mert tulajdonképpen ez az acéllapja volt. Ugyanakkor a Fekete 4,5 évet ült az 56-os könyve miatt. Göncz Árpi bácsi oda járt be, és hozta a Hóna alatt a kis írásait, hogy jelentessék meg. És a Népfalta lapot. És nagyon szerették a lapot, mert minden volt benne. Ebben volt riport, ebben volt színházi kritika, irodalom, vers, gyerekoldal. És sok-sok keleti év a kép. Szerkesztett is sokat, vagy csak fényképezett? Nem, képszerkesztő voltam. Sokat szerkesztettem, kevesebbet fotografáltam, úgyhogy megbillant az arány, de annyira szerettem csinálni, hogy azt nem... 40 percre beszélgetünk, és még hosszú etáp van az életéből, úgyhogy kapcsoljunk, gyorsuljunk az új gazdasági mechanizmus képletei szerint. Föl mi következett ezután? Az, hogy 1988. december 31-ével megszűnt az új tükör. Azt mondták, hogy 80 ezer példánnyal nem érdemes kiadni. Azok a szép napok. Mennyien szeretnének ma egy lapnál, hogy 80 ezeren megvásárolják és a lapukat. Megszűnt, és akkor magyarul utcára kerültünk mindnyájan. Én akkor elmentem nyugdíjba, mert valamivel én nagyon-nagyon nagy pánikban voltam, hogy mi lesz velem. És furcsa mód az élet mindig alakít valamit, és hiszek a telefonhívásokban. Szebeni Andris kollégám telefonált, hogy a Havas Henrik akar egy sajtóügynökséget csinálni, de azt mondja, hogy lehet, hogy az egy sajtó- és fotóügynökség. Én a Nőklapjánál vagyok, én onnan nem jövök el, nincs kedved. Találkoztunk a rádió pagodájába, és én igent mondtam. Mert akkor még a pagoda is pagoda volt. Pagoda és a Havas Henrik is, az a Havas Henrik volt, aki egy kiváló újságíró volt, a Forró Tamással együtt volt ilyen nagyon jó műsoruk a rádióban. Hát ez másfél évig tartott ez a kapcsolat. Ott mindenféle rendszerváltozási problémák, meg anyagi, szóval nem úgy anyagi, hogy nem volt pénzünk magyarul, tehát nem lehetett azt csinálni, amit a Henrik kitalált, és akkor én egy szép napon azt mondtam, hogy én innen eljövök. Addigra én csinálom. Várok egy újabb telefonhívást. Nem, addigra én, most én telefonáltam. Kialakítottam egy fotóügynökségnek az alapjait, a világ nagy ügynökségeivel elkezdtem dolgozni, fotóügynökségeivel. Mert az MTA akkor tényleg nagy átalakulásban volt, és nem szolgálta ki a külföldi sajtót se, de a magyar sajtót se. Pedig külföldi képektől. Nagyon nagy érdeklődés, hát az volt az aranykor. És akkor mindenféle próbálkozás után vettem egy mély lélegzetet, és elmentem a Bayer úrhoz,
Bayer Józsefhez, aki akkor az Axel Springer vezérigazgatója volt, és azt mondta, hogy én idehoznék egy fotóügynökséget a kiadóhoz. És akkor rám nézett, és azt mondta, hogy nézze, hogyha nem lesz nullszaldós, akkor nem kell. Ha nullszaldós, akkor jöjjön. Hát, hogy fogalma se volt, hogy mi az, hogy nullszaldó, azt nem kell elmondani. És akkor jöttünk, volt egy Kölcsényi Zoltán barátom, azzal együtt dolgoztunk, bepakoltuk az én kis Polszki Fiatomba az egész képanyagot, ami nekem ott rendelkezésre, és átmentünk a Springerhez. És ebből lett egy akkora fotóügynökség, hogy több mint 100 nyugati ügynökséget képviseltünk, és hát a magyar sajtót mi láttuk el külföldi képanyaggal. Ott is egy... Én mindenit nagyon jól éreztem magam ott is. Hát ma visszaemlékezve gyönyörű időszak volt. Hogy példát mondjak most a Kossuth díj alkalmából a Bayer Józseftől és a Király Marikától és a Sós Ildikótól, a három vezetőtől, a Springertől, akik mai napig ott vannak, és én már nem vagyok ott lassan 8 éve, egy óriási virágcsokrot kaptam, tehát a szerelem mind a két oldalról szerintem megvolt. Úgyhogy ez tartott, ez a fotóügynökség egészen addig, amíg a magyar sajtó elkezdett változni, akkor letisztította a Springer a portfólióját, ez kilógott belőle, és akkor azt mondta Bayer József iszonyú nagy vonalúan, hogy Éva, csináljon maga ebből valamit, én odaadom magának ezt az ügynökséget, a nevet, ez a magáé. És akkor én a lányommal és az unokámmal együtt elkezdtem ezt magánosítani. Ebből léptem ki a közelmúltba, mert azért 86 évesen nem kell már rohangálni. És most élvezem azt, hogy azt csinálok, amit akarok. Élvezem azt, hogy van 6 dédunokám, és hetente hányszor vesz gépet a kezébe? 0,0. Maximum telefont veszek a kezembe, mert én csináltam egy fotósorozatot másfél évvel ezelőtt a telefonommal, ami a Nemzeti Szalonon, ami most a Műcsarnokban volt, 5 kép ebből megjelent. Átalakult a fotográfia szemlélet, a nézettség, a tematika, tehát minden átalakulóban van. Azért is többek között, mert ugye nincs igazán sajtófelvétel, az online-ok most tanulják meg a fotográfiát használni, most tanulják meg, hogy mi az, hogy galéria, hogy abban mi mindent lehet csinálni. Az emberek leszoknak arról, hogy papíralapú sajtót kézbe vegyenek, átszoknak az online-ra. Én nekem minden reggel azért lemegyek a postaládába, kinyitom, és most a Népszavát veszem a kezembe, mint egyetlen olvasható, számomra olvasható újságot. Mitől van jó kedve Keleti Évának, azon kívül, hogyha a dédunokái felugranak vasárnap egy körözöttre? Hát körözöttet nem csinálok nekik, mert nem szeretik. Alaptermészetem az, hogy optimista vagyok, és én mindig hiszek abban, hogy nem rosszak az emberek, és nem rossz a világ, és vannak jó és rosszabb periódusok. Most egy ilyen színuszgörbének a mélypontjában leledzünk, de én hiszek a felfele törésben. De hogy lennénk mi most a színuszgörbe mélypontján, amikor végre a döntőknek eszébe jutott ezt a Kossuth díjat odaadni? Én országosan gondoltam, és világban gondoltam. Én nagyon jól vagyok, köszönöm szépen. Én nekem most valószínűleg egy nagyon boldog és kiegyensúlyozott periódusom van, ha az egészségem megengedi, mert az néha egy kicsit rozog, de hát ebbe a korban már ez nem csoda. Kedves nézőim, ízelítőt adtunk Keleti Éva Kossuth díjas fotográfusból. Aki ennél többet szeretne, az biztos majd hamarosan megjelenik egy életrajzi regény. Aki a képeit szeretné látni, az az MTI kiadványaiban megnézheti, avagy a Nemzeti Múzeumban, avagy egyszerűen nyissa ki az internetet, üsse be, hogy Keleti Éva,
tömérdek képet láthatnak, időutazáson vehetnek részt, hisz a fiatal lány megtanulta a Forténél, hogy is kell képet csinálni, illetve a Magyar Fotónál, azért, hogy mi élvezhessük. Bízunk benne, hogy személyesen is sokáig élvezhetjük ezt az etapot az életéből, amíg boldog nagymama és közöttünk van, mi megpróbálunk úgy viselkedni, hogy jól érezze magát, és ebből a mélypontból szép hazánk, illetve a világ kikerüljön. Reméljük. Ez öntől is függ, hisz ha bátorít minket, akkor kikerülünk minden mélypontból. Köszönöm, hogy megosztotta élményeit velünk. Kedves nézőim, eddig tartott a 7 órás vendég. Keleti Éva Kossuth díjas fotográfus művész volt a vendégünk. Legközelebb holnap reggel 5 óra 50 perckor találkozunk, amikor is jön a Pirkadat, a Heti TV politikai reggeli magazin műsora. Én itt leszek, és önöket is itt ide várom a viszontlátásra. Köszönöm, hogy rendelkezésre állt. Köszönöm szépen.